Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. A vízi turizmus élénkítését tervezi Sárospatak. Első lépésben a Bodrog jobb partján lévő terület rendezését kezdte meg az önkormányzat. Trófeakiállítás szervezett a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság. A különleges bemutatónak a Senyői Vadászkastély adott otthont. Átadták az első üzemet a cigándi ipari területen. A Sárospataki Bodrogparti terület régen kis tavacskájáról, gondozott területéről volt ismert. Egy időben szemetes és gazos lett, amely állapotot tavasztól a kommunális szervezet dolgozói szüntették meg. Mostanra újra rendezetté vált a folyópartja. Elkészültek az információs táblák, és ameddig az időjárás engedi, folytatódik a Bodrog jobb partjának, a Kalajkának a rendbetétele. A városvezetés tervei szerint ezzel alapozzák meg a vízi turizmus újjáélesztését Sárospatakon. Sokáig volt hányatott sorsa a Kalajkának Sárospatakon. Évekig, még az 1960-as, 70-es években is a helyiek hetente egyszer levitték a szemetet a Bodrog folyó partjára. A hulladékgyűjtés bevezetésével ez megszűnt, a Kalajkaként ismert terület meg részben törmelékkel, részben szeméttel behordott maradt. Az ide is tart munkaprogram keretében 200 főt alkalmaznak a városban, a dolgozók egy része hónapok óta a Kalajka takarításán dolgozik. Ma már festői kép fogadja az ide betérőket, igaz, még nem értek a munka végére. A pataki polgármester elmondta, évek óta szerették volna rendbetenni a Bodrog jobb partját, hogy átadhassák a helyieknek és a turistáknak is ezt a közösségi teret. Itt egy kis tó volt, itt végig lehetett sétálni a fazekassortól egészen a hídig. Hát ezt szeretnénk most ismét visszaállítani, ezért kezdtünk hozzá ehhez a munkához, az eredménye már látszik. Jövő héten kikerülnek majd azok az információs táblák, padok és asztalok, amelyeket szintén a pályázatban nyertünk, és ki tudjuk őket ide helyezni. Jövőre pedig szeretnénk folytatni. Most reményeink szerint, ha az időjárás engedi, akkor el tudunk jutni a hídig. Tehát az a régi vágya az itt lakóknak, hogy tulajdonképpen a Sutapataktól egészen el lehessen sétálni a hídig, sőt a hídon keresztül a vízikapuig, az lassan megvalósulni látszik. A Bodrog folyó környezetének rendbetétele ezzel nem ér véget. A városnak további tervei vannak, amellyel a víziturizmus szeretnék fejleszteni a város újabb kitörési pontját. A következő évben pedig, ahogy már többször említettem, szeretnénk a teljes Bodrog part szakaszt fejlettebbé tenni. Keressük ehhez a pályázati lehetőségeket, mert azt hiszem, hogy Sárospataknak a következő kitörési pontja az a Bodrog folyóban van. Szabadstrand, hajókikötő, sólyázóhelyének a kialakításával még jobban, aktívabban részt tudunk venni a turizmusban. A Kalajka területére jövőben kisebb-nagyobb rendezvényeket is terveznek majd. Így szeretnék újra bevonni a partot a pataki közéletbe, a turisztikai vérkeringésbe. Különleges esemény színhelye volt a Pálházától néhány kilométerre található Senyői Vadászkastély parkja. Az állami tulajdonú Észak-Erdő ZRT itt mutatta be azokat a gímszarvas és muflon trófeákat, amelyek a szarvasbőgés idején kerültek terítékre. Az esemény házigazdája a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság volt. Szemet gyönyörködtető és szívet melengető látvány ez a szépen megrendezett trófea kiállítás, fogalmaztak a vadászok e különleges eseményen. Itt a 101 darab trófea között több arany, bronz és ezüstérmes gímszarvas aggancs volt látható. Ez pedig azt az eredményes vadgazdálkodást dicséri, amelyet az állami tulajdonú Észak-Erdő folytat évek óta, hallottuk a cég vezérigazgatójától. Törekszünk a minőségi vadállomány kezelésére, megteremtésére, ez folyamatos selejtezéssel, a vadlétszám kordában tartásával próbáljuk elintézni, és mint ahogy előzőekben is említettem, nagyon sok kollégám a vadászatot nem egy munkahelyi nyűgnek teremti, hanem elhivatott szerelmes ennek a szakmának. Az Észak-Erdő ZRT a legnagyobb vadgazdálkodó a megyében, természetesen nagyon jó a kapcsolatunk. Meg is dicsérhetem őket, mert ők mindig minden vadászati rendet, minden törvényt betartanak állandóan.
aranyérmes bikáról tudunk beszámolni a hegyalji erdészet területén. Gyönyörű kárpáti jellegű gyöngyszem került terítékre a hegyközi erdészeti igazgatóság területén, ahol most is tartózkodunk és beszélünk pillanatilag, illetve a délbükki erdészet is olyan eredményekről tud beszámolni, hogy egy 75%-os érmes arány mellett egy 6 kg feletti átlag súly, amely az ő erdészeti területükön úgymond az idei szezonban produkáltak. Ezt a saját igazgatóságom területén csak megerősíteni tudom, hisz az elmúlt években ilyen szép bikák, amik itt nálunk estek, nem kerültek terítékre. Az 5 bikából 2 ezüstérmes, és abból az egyik az kiemelkedően jó súly, hisz az elmúlt 10 év legnagyobb bikája a hegyközben. Ez egy 874-es ezüstérmes, páratlan 10-es bika, egy igazi kárpáti jellegű gímszarvas. Az egyik leglátványosabb aranyérmes aggancsú szarvasbikát Zemplénben ejtették a mikóházi földtulajdonosok vadászterületén. Itt a Szicsokban nevezett területen egy hétfő hajnalban is kora reggel ejtettük el ezt a gyönyörű vadat. 14 szarvas esett ebbe az évbe, szarvasbika esett ebbe az évbe a területünkön. Abból több aranyérmes, több bronzérmes van, és van jó pár selejtbika is, és abból 6 darab bikát hoztunk el ide. A közül, egyik közül legnagyobb ez a 10,5 kilós aranyérmes bika, amit Tóth Pista vadásztársunk lőtt meg. Mikuláz és kovácsvágás között a Szicsok erdő részlet aljába. A trófea kiállításra Sátorolja Újhely testvértelepüléséről, Óbecséről is jöttek vadászok. Ők a Spartacus 2007 és a Bodrog Sátorolja Újhelyi vadásztársaságok meghívására érkeztek a városba. Körülbelül egy hónappal ezelőtt Óbecsén, ami Sátorolja Újhelynek testvérvárosa, vadásznapok voltak, és oda kaptunk egy meghívást tőlük, és én és egy másik vadásztársam, a szomszédos vadásztársaság úr, Rudás Lászlóval képviseltük ugye a Sátorolja Újhelyi vadászokat, és nagyon jól éreztük ott magunkat, és ugye értelemszerűen visszahívtuk őket. Mi bikákat csak képeskönyvben tudunk látni ott az Alföld közepén, és ugye tehát élvezzük a látványt, és nagyon örülünk ugye tehát a társaságnak, hogy sok helyi vadásszal megismerkedtünk, tapasztalatot cserélünk, és ugye majd mi is szívesen látjuk a mi területeinken az itteni vadászokat. Jó hangulatú ebéddel zárult a trófea kiállítás, ahol az állami tulajdonú Északerdő ZRT felújított Senyői kastélyát is megtekinthették a résztvevők. A teljes összkomforttal felszerelt vadászházat és szolgáltatását bárki igénybe veheti turisztikai céllal is. Átadták az első üzemcsarnokot a cigándi ipari területen. A Hexatec Kft. Az új Széchenyi terv Észak-Magyarországi operatív programjának keretében nyert közel 50 millió forintos támogatást. Ennek segítségével jött létre a légcsatornagyártó üzemcsarnok. A vállalkozás első körben 5 fő számára teremt munkahelyet, a fejlesztések intenzitásától függően tervezik a foglalkoztatás bővítését. A szabad vállalkozási övezet egyik települése Cigánd. A Bodrogközi Város önkormányzata saját beruházásból ipari területet alakított ki, ahol már 4 üzemcsarnok épül. Az ide települt cégek közül az első üzemet a Hexatec Kft. Adta át. Az épületgépészettel foglalkozó budapesti székhelyű vállalat légcsatornaelemeket szeretne gyártani Cigándon. A város polgármestere kiemelte, az ipari terület kialakításával új vállalkozásokat akartak a térségbe csábítani, akik munkahelyet teremtenek az itt élőknek. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy igenis járjunk egy olyan utat, ami az emberek számára nem csak egy átmeneti megoldás jelenthet, mint a startmunka, egyébként nagyon hasznosnak találom, de amellett igenis próbáljunk valamilyen más irányba elmozdulni. Észületett az ötlet, hogy egy ipari területet, és helyesbetéve nem ipari parkot alakítunk ki, hanem ipari területet. Most már úgy néz ki, hogy benépesültünk, de mint ahogy hallottuk a helyszert a Kft. Igazgatóját, ez a csarnok is tovább fog épülni, tovább fog fejlődni, és keresik az újabb pályázati lehetőségeket. A Kft. Az új Széchenyi terv Észak-Magyarországi operatív program keretében nyert mintegy 50 millió forintot. Összesen 71 millió forintból épült meg az új 257 négyzetméteres csarnok, és csőgyártógépet is vásároltak. Az így gyártott légcsatorna elemeket a vállalat saját projektjeiben szeretné felhasználni. Külföldi piacra építve fejlesztéseket is terveznek, akár itt
Cigándon is. Az első ütemben viszonylag szerény létszámmal tudunk indulni, egy 4-5 fővel indulunk, mivel azért ezt meg kell tanulni. Mi is kezdők vagyunk gyártásban, tehát mi alapvetően egy szolgáltató cég vagyunk 15 éve, és most szeretnénk a saját szolgáltatásainkat támogatni önálló gyártással. Ez a projekt az első üteme, ahogy már említettem ennek, és hát is bízom benne, hogy a következő 1-2 évben ezt a 4-5 embert akár a többszörösére is tudjuk fejleszteni, majd több műszakban tudunk majd termelni a cigándi telephelyünkön. A tervek szerint a cigándi ipari területre betelepülő 4 vállalkozás 45-50 új munkahelyet teremt majd a térségben. A nők, gyermekek, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, szociálisan hátrányos helyzetűek, kisebbségek, nemzetiségek. A társadalom azon érintett szereplői, akiknek problémáival foglalkozni kell az önkormányzatnak. Sátoraljaújhelyi Város esélyegyenlőségi programja részletesen tárgyalja a társadalom e rétegeinek kérdéseit. A Városüzemeltetési Bizottság tagjai többek között ezt a programot tekintették át. Beszámolót hallgattak meg a téli síkosságmentesítésre való felkészülésről a Város Ellátó Szervezet új igazgatójától. Helyi esélyegyenlőségi programot minden települési önkormányzatnak készíteni kell. Az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció mentesség érdekében Sátoraljaújhely is elkészítette saját esélyegyenlőségi programját. A Városüzemeltetési Bizottság a város aljegyzője által összeállított anyagot vitatta meg. Megtörténtek a különböző partnerszervezetekkel az egyeztetések. Gondolok itt akár a Mozgáskorlátozottak Egyesületére, a különböző hatósági szervekre, a rendőrségre, civil szervezetekre. Az ő javaslataik is beépültek ebbe az anyagba, és hát nem utolsó sorban azért is volt erre szükség, hiszen a jövőben bármi nemű uniós pályázat kapcsán ez egy alapelvárás, hogy egy ilyen helyi esélyegyenlőségi programnak meg kell lennie. Úgyhogy aktualizáltuk, illetve ki is bővítettük, úgyhogy úgy gondolom, hogy a testület nyugodt szívvel el tudja ezt most a szerdai nap folyamán fogadni. A műszaki ügyekért felelős bizottság emellett tájékoztatót hallgatott meg a Városellátó Szervezet új igazgatójától, a köztisztasági feladatellátásról és a téli síkosságmentesítésről. Az új vezetőnek új javaslata is volt a szervezet bevételének növelésére. Bérmunkában téli hóeltakarítást is vállalnak majd cégeknél, de akár magánszemélyeknél is. Dolgozás alatt áll egy olyan jellegű rendszer, hogy a téli időszakban, természetesen elsősorban a sátorújhely frekventált helyén, ha megtörténik az utak tisztítása, a hóeltakarítás, akkor lehetőség lesz ezen felül bizonyos díjazás ellenében, hiszen korábban volt erre igény a lakosság részéről, hogy a városjelentő munkatársai be tudnak ilyen jellegű munkával segíteni, ha a lakosság ezt igényli, illetve olyan cégek igénylik, és ezt egy bizonyos összeg alapján el fogják tudni végezni. Mindkét előterjesztést a mai testületi ülésen vitatták meg a képviselők. A Kárpát-aljai magyar irodalomról beszélt a Zrínyi Ilona könyvtárban dr. Komáromi Sándor irodalomtörténész. Előadásában bemutatta a trianoni sok után nehezen induló, majd folyamatosan élő, de megakadó irodalmi életet, a jelentős írókat és költőket. Beszélt a kárpát-aljai magyar irodalom valódi értékéről, amely az önazonosságkeresés, az igazság kimondása. Az esemény az őszi könyvtári napok része volt. 2 éve kérte fel a könyvtervezetője, dr. Komáromi Sándor irodalomtörténészt, hogy 4 előadásban mutassa be az elszakított területek magyar irodalmát. Erdély, a Felvidék és a Vajdaság után most Kárpátalja következett. A cél az volt, hogy az olvasók bepillantást nyerjenek a magyar irodalom legnagyobb szeletébe, a határon túli irodalomba. Az előadásoknak nagy sikere volt.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint egy-egy előadás után az olvasók megjelentek és kölcsönöztek könyveket, amelyik nekünk nem volt meg, hiszen itt ugye határon túl megjelent könyvekről is szó van, azt könyvtárközi kölcsönzéssel lekértük az olvasóinknak, és ezzel is bármikor állunk továbbra is a rendelkezésükre. A trianoni tragédia után Kárpátalja sajátos helyzetbe került. A diktatúra gyakorlatilag lefejezte az értelmiséget, így nem volt, aki alkosson. 1945 után kezdett éledni az önálló magyar irodalom, melyet egyetlen ember képviselt, Balla László. Ő szerkesztette a Kárpáti igaz szót. Egészen 1957-ig kellett azonban várnia arra, hogy Kovács Vilmos a Holnap is élünk című regényével kiengedje a szellemet a palackból. Ő rakta le a kárpátaljai magyar irodalom alapjait. Őt követték Nagy Zoltán Mihály, Vári Fábián László, Dubka György. Dr. Komáromi Sándor szerint a kárpátaljai magyar irodalom a legfiatalabb és a legkisebb, de mindenképpen világirodalmi igényesség jellemzi. A kárpátaljai irodalom nagyon értékes irodalom, és ezzel az előadás sorozattal és a mai előadással is azt szerettem volna jelezni, hogy ez az egyetemes magyar irodalomnak a része, hiszen az itt megszületett alkotások, legyen az akár líra, vagy akár epika, a magyarság sorsfordulóinak, a magyarság történelmének, és tegyük hozzá a magyarság tragédiájának is olyan hiteles leírását tartalmazzák ezek a művek, amelyek több tekintetben egyedülállóak. A nyugalmazott főiskolai tanár arról is beszélt, hogy azért érezte szükségét az előadás sorozatnak, mert az emberek nem ismerik a határon túli magyar irodalmat, pedig a rendszerváltás óta sok kötetet adtak és adnak ki újra. Olvasásuk mélyíti a magyarságtudatot, formálja az ízlést, lelki és szellemi élményt ad. Nyílt tanítási napokat tartott az Árpádházi Szent Margit általános iskola. Ezeken a napokon a szülők is beülhetnek a tanítási órákra. A legtöbb szülő az alsóbb évesek óráit látogatta, az első osztályos gyermekek hozzátartozói szívesen tekintettek be gyermekük iskolai munkájába. Az első M betű kerekítése nehéz feladat, sokat kell gyakorolni, hogy szépen sikerüljön, ráadásul anya és apa is figyeli az órát. Nyílt tanítási napot szervezett a Katolikus Általános Iskola Sátoraljaújhelyen. Természetesen a legtöbb szülő az első osztályosok óráin volt. Az iskolát most kezdő gyermekek szülei a leginkább kíváncsiak gyermekük mindennapjaira az iskolában. Nekik szólt a nyílt nap. Sokkal fegyelmezettebbek lettek a gyerekek, ezt otthon is látjuk, és most is, hogy a tanítónéni nagyon kedves, mindenkit próbál motiválni, tényleg odafigyel szinte egyesével minden gyerekre, úgyhogy így nyugodtabban hagyjuk itt a gyerekeket, mert látjuk, hogy jó kezekben vannak. Az iskola igazgatója szerint a szülők igénylik ezt a lehetőséget, még a felső tagozatban is szívesen beülnek egy-egy órára. Ott már inkább a tanítási, tanulási módszerek, technikák, új pedagógiai lehetőségek érdeklik a szülőket. Szeretnénk a szülőknek bepillantást nyújtani a tanítási órák menetébe, hogy lássák gyermekeiket az iskolai közösségben a tanórákon dolgozni. Az iskola a leendő elsősök szüleinek is szervez majd hasonló nyílt napot. 90 éves születésnapján köszöntötték Oszlánszky Jánosnét Sárospatakon. Az idős hölgy fiatalos lendülettel, szellemi frissességgel és számos családi történettel fogadta vendégeit. Ilonka néni elmondta, a mai napig aktív, önmagát ellátja, főz a családra, sőt a kertjét is saját maga műveli. Egyedül a hallása gyengült egy kicsit, de szerencsére az orvossal csak az utcán találkozik. Akkor is az időjárásról beszélgetnek, mert jó egészségügyi állapotnak örvend. Tessék, fáradjanak beljebb egy kicsit. Köszönjük szépen. Fiatalos, lendületes fogadtatásban volt része a vendégeknek, akik október 29-én Ilonka nénit igyekeztek felköszönteni. Oszlánszky Jánosné ugyanis ezen a napon töltötte be 90. életévét. Sárospatakon már hagyományá vált, hogy a szépkorúakat a település vezetői egy-egy virágcsokorral és jó kívánságokkal otthonukban köszöntik fel. Ilyen nap ez a mai is, amikor Ica nénit köszönthetjük,
90. születésnapja alkalmából. A születésnapi köszöntés során a város alpolgármestere tolmácsolta nem csak a patakiak, a magyar miniszterelnök gratulációját is. Emléklap Oszlánszky Jánosné részére, 90. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget és további boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Köszönöm szépen. Ez az ő üzenete is egyben, illetve hát a városunk, én nagyon boldog sok születésnapot kívánok. Isten éltesse még sokáig. Köszönöm. Tessék parancsolni. Nagyon boldog. Köszönöm szépen. Ilonka néni elmondta, gyermekei és unokái tanácsára már egy éve nem ül kerékpára a biztonsága érdekében. A házi munkát önállóan végzi, akár csak a kert rendben tartását. Egyedül kapálgatja, és most a zöldségek felszedéséhez sem kért segítséget. Sokáig háztartásbeliként, majd varodistaként is dolgozott, de készítettő almásládát is a nyárban. Ami állandó hobbi az életében, az a kézi munkák elkészítése. Én is azelőtt rengeteg pénzért is kötöttem, magunknak, a családnak is kötöttem, de az valahogy most nem fül a fogamhoz, azt nem csinálom. És úgy mondták nekem, hogy hát nem unom meg. Hát mondom, nem. Ilonka néni azt is elmondta, a rokonságában többen is 90 év felett éltek, így jókedvel várja, hogy 5 év múlva újra felköszöntsék őt otthonában, akkor már a 95. születésnapja alkalmából. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. A vízi turizmus élénkítését tervezi Sárospatak. Első lépésben a Bodrog jobb partján lévő terület rendezését kezdte meg az önkormányzat. Trófeakiállítást szervezett a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság. A különleges bemutatónak a Senyői Vadászkastély adott otthont. Átadták az első üzemet a Cigándi ipari területen. Kedves nézőink, Önök az M4 Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!